Kedves nézőink, a folytatásban piaci körképünket láthatják, adásunkat ezt követően sportképen zárják. Csütörtök lévén többségében zöldség és gyümölcskereskedők kínálták portékájukat, de vágott virágot és élő baromfit is vásárolhatott az, aki kilátogatott az újvárosi piacra. A színes és illatos virágcsokrokat 80-100 forintos áron kínálták, míg palántákat már 10 forinttól lehetett venni. Az idén zöldségek közül a paprika és a paradicsom vitte a prímet. Alattól és minőségtől függően a paprika darabját 20-25, kilóját átlag 180 forintért adták. Egy kiló paradicsomot kaphattunk 130 forintért is, de volt olyan kopa, aki 300 forintot kért érte. Uborkát 80-130 forintért kínáltak, édeskáposztát pedig igencsak változatos áron lehetett venni az újvárosiaknak. 40 forinttól kezdve 250 forintig szinte mindenféle összeg szerepelt az ártáblákon. Hasonlóan változatos ára volt a leves zöldségnek is, egy kötegé 80 és 130 forint között volt. Sárgarépát szólóban is lehetett kapni 150 forint per kilogrammos áron. Csupán egy helyen láttuk az ízesítés egyik legismertebb zöldségét, a fokhagymát. Árusítója 400 forintot kért kilogrammjáért. A főzeléknek való kelkáposzta mindenhol 250 forintba került, a karalábé kilója 30-40, míg a karfiolé 80 forint volt. És persze egyik kamrából sem hiányozhat a krumpli. Az óburgonya kilóját 20-40, az új burgonyájét 70-90 forintért árulták. A gyümölcsök közül az alma végzett az első helyen, szinte mindegyik standon találkoztunk a mosolygós gyümölccsel. Pontosabban majdnem mosolygós gyümölccsel, hiszen a termés az aszály miatt többfelé igencsak apróra sikeredett, így az almának egyelőre nem sok oka lehet a vidámságra. Az ilyen pici almákat 80-50 forintért kínálták, a valamivel nagyobbakból 150 forintért adtak egy kilót. Utóbbi az úgynevezett leves vagy tiszta alma. Szilvát többnyire 150 forintért láttunk, ez lehetett befőzni való is, ringló szilva is. Egy kiló sárgabarack egységesen 300 forintba került, az úszért 150 forintot kellett fizetnünk. Sárgadinnyét már 50 forintért is lehetett vásárolni, ám görögdinnyét mindössze egy helyen lehetett felfedezni, 80 forint per kilogrammos áron. A baromfi piacon mindenhol 18 forintért adták a tojást, a kiskacsákat 160-250 forintért kínálták, a kis csirkékára 150-240 forint körül mozgott. Minimum 500 forinttal lett könnyebb az, aki vágó csirkét vásárolt. Íme néhány különlegesség ára, melyek csak elvétve fordultak elő a piacon. A gránumhagyma darabja 80, míg a cukkini kilója 150 forint volt. A banánért 190, a patiszonért 100 forintot kértek.